1988-1989 a rendszerváltás időszaka. Szóval abban a pillanatban, amikor engedélyezték a több pártrendszert, amikor a pártot, már a régi MSZNP-t kivonták a fegyveres erőkből, a hadseregből, lényegében állami szervekből, akkor teljesen világossá vált, hogy itt egy másik rendszer készül. 89. október elején volt az a kongresszus, amely kimondta az MSZNP megszüntetését és az MSZP létrehozását. MSZNP akkori vezetői, Nyers Rezső, Németh Miklós, Horn Gyula, Posgai és a többiek elérték azt, hogy 89. októberében megszűnt a Magyar Szocialista Munkáspárt. Új párt kell, új programmal, új szervezettel, új vezetőkkel és új névvel. Nekem ez utóbbi is fontos kérdés. Na de hát nem mindenki akarta ezt. Soron kívül kért 2,5 percnyi megnyilvánulási lehetőséget Berecz János az Összefogás MSZNP platform képviseletében. Azt hangoztatta, hogy ő megmaradt kommunistának. Mi szocializmust akartunk, közösségi tulajdonnal, az emberek érdekeire építve. Az MSZNP akkor vezetén már nem azt akarta. Én októberben otthagytam a Nyers vezette MSZNP-t, ahol korábban Grósz Károly politikai tanácsadójaként dolgoztam, és magam is bekapcsolódtam a pártszervezés nem könnyű munkájába. Aztán következett néhány csodálatos, romantikus hét, ami december 17-ig tartott, amikor elindultunk összeszedni azokat a barátainkat, akik hasonlóan gondolkodtak. A tagság nagy részt ugyanazokból az emberekből áll. Komolyan hiszen abban, hogy ugyanazokkal az emberekkel merőben más lehet csinálni? Úgy gondolom, hogy igen, hiszen tagságunk túlnyomó többsége a szocializmus megújulását akarja, és abban érdekel. Én láttam akkor Budapesten, hogy Csepelen önkéntesen megindult egy teljesen alulról szerveződő mozgalom. Oda hívtak engem, hogy magyarázzam el, hogy mégis mi történik. Mentünk a 6. kerületbe, a 13. Zuglóban, a 14. az 1., 2., szinte minden kerületben megindult a párt újjászervezése. Ezek voltak azok a nagyon egyszerű, nagyon becsületes, nagyon tisztességes emberek, akiknek semmiféle tisztségük a régi szocializmusban nem volt, de féltették a szocializmus ügyét. A nagy nevek, Berecz, Grósz és a többiek egy keretet adtak ahhoz, hogy elindulhasson egy valóságos pártávállás. De volt már diplomata és pártmunkás is. Nős, 2 gyerek apja, az MSZNP eddigi legfiatalabb elnöke. Akkor én 37 éves voltam, nem engem javasoltak pártelnöknek, egy másik idős embert, de decemberben a kongresszuson kiderült, hogy a tagság új arcokat akar, új embereket akar, és amikor elhangzott a nevem, akkor így ránéztem Grósz Károlyra, hogy elfogad. Azt mondja, ment ki, fogad, de úgyse tart ez egy évnél tovább. Hát most már 30 éve én vagyok a munkáspárt elnöke. Március 25-én szabad országgyűlési választásokat tartunk, ami egyedülálló jelentőségű esemény lesz hazánk történelmében. Szocializmus az tökéletesen jó volt nekünk, és nagyon sajnáljuk, hogy a rendszerváltásra sor került. De ha már egyszer sor került egy új társadalmi rendszer létrehozásra, akkor kellenek olyan politikai erők, munkáspárt, amely összefogja azokat, akiknek nem tetszik a kapitalizmus. Hát mint Gorbacsov személyes üdvözletét hozta az akkori szovjet nagykövet hozzám. Üdvözölte a Kínai Népköztársaságot. Ugye Gorbacsovval én 2-szer találkoztam, azután a Kremben, tehát volt személyes kapcsolatunk. Dr. Marosi András titkárságvezető elmondta, hogy a pártok túlnyomó többsége fővárosi székházat akar. De erőteljes igényük van a kiürült kerületi párthelyiségekre is. Hogy melyik párt, melyik helyiséget kapja, az a kerületekben lefolytatott pártközi tárgyalásokon dől el. A jelentősebb ingatlanokról a kormánybizottság folytatott tárgyalásokat a pártokkal. 90-ben ugye pártszékházakhoz juttatták az országos listába rendelkező pártokat, akkor mi a 9. kerületi egykori MSZNP székházat kaptuk meg használatra, és akkor komoly vitába keveredtünk az MSZP-vel, hogy kell-e nekünk fizetni az ott lévő székekért, vagy nem kell fizetni. És személyesen Posgai államminiszter úrnak kellett ebbe a nagyon nagy kérdésbe dönteni. Hát volt képük pénzt kérni azokért a elhasznált MSZNP székekért, amit ott találtunk. A rendszerváltást nem tudtuk megakadályozni, és nem tudtuk visszafordítani, ez tény. Ez persze nem a munkáspárton múlott, a nemzetközi viszonyok voltak ilyenek.
Magyarországon a magyar munkásság nem mozdult meg akkor a rendszerváltáskor, saját ügyeivel volt elfoglalva, a TS parasság szétesett, az értelmiség meg elrohant a rendszerváltó pártok pénztáraihoz, mert ott volt pénz, nálunk meg nem volt pénz. Már éljük az ellenzék szerepét, hiszen mint látja, hallja, igen hevesen bíráljuk a Németh Miklós mai kormányát, részben az áremelésekért, az embereket sújtó, a dolgozókat sújtó intézkedésekért. Azonnyomban tiltakoztunk a privatizációs törvények ellen. Azonnyomban fölemeltük a szavunkat, amikor elkezdtek a állami intézményekből, a hadseregből, a állambiztonságból mindenkit kiszorni. És akkor azt mondtuk, az állam játszon nagyobb szerepet a gazdaságban. Az iskola, az egészségügy, az oktatás, az maradjon állami kézben. Adjunk a sokgyermekes családoknak. És ugye az az érdekes, hogy ez voltaképpen megvalósult. Csak nem mi valósítottuk meg, hanem ugye 2010 után a hatalomra kerülő Fidesz ennek jelentős részét meg tudta csinálni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi egy olyan országot akarunk, ahol mindenki sikeres. De ma még nem mindenki az. Van itt egy hatalmas tömeg, amely még távol van ettől. Nevezték már őket a rendszerváltás veszteseinek, bérből és fizetésből élőnek, vagy éppen melósnak. Én leginkább keményen dolgozó embereknek hívom őket. A következő éveknek róluk a mindennapi dolgozó, keményen dolgozó emberekről és családjaikról kell szólniuk. Hát az egyik szemünk nevet, a másik szemünk meg sír, mert valóban számos olyan elemet valósított meg a polgári kormányzat, amit mi magunk is megtettünk volna. Egyet persze soha sem ők, sem más polgári erő nem tesz meg. Mi azt mondtuk kezdettől, hogy ne álljunk meg az államkapitalizmusnál, vonjuk be az embereket a tényleges döntésekbe, ne csak népszavazás, ne csak 4 évenkénti szavazás legyen, a képviselő legyen visszahívható, ellenőrizhető. Na ebből semmi nem lett, ebben nem mentek. Legfőbb eredmény persze 30 eurót az, hogy élünk, szembeúszunk az árral, élünk, ami nem egy egyszerű feladat a mai világban. De azt látjuk, hogy erkölcsi tőkét szereztünk 30 év alatt.